Szeretettel köszöntjük a kedves pályázókat, szülőket, tanárokat és kísérőket. Ma egy olyan este részesei lehetünk együtt, ahol az irodalom, a művészetek és az alkotás nagyszerűségét ünnepelhetjük. Írás közben nincs ítélkezés, se szégyen, csak is szabadság. Amint a toll a papírhoz ér, egy pillanatra szabad vagyok, mondta Jessica Sorensen. Reméljük, kedves kis írópalánták, hogy ti is így éreztétek, miközben a történeteiteket átgondoltátok és papírra vetettétek. Hiszen az írás egy szupererő, mert a semmiből teremt valamit, valami egészen egyedit. Kialakíthatjuk a saját világunkat, és az írás által magunk is töltődünk. Az alkotás által nem csak adunk, hanem kapunk is. A Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ és a Budafok Tétényi Pannonius Irodalmi Kör közösen egy novellaíró pályázatot indított útjára. Köszönjük a Pannonius Irodalmi Körnek, hogy szakmai tudásukkal és az irodalom iránti szenvedélyükkel megvalósíthattuk ezt a régóta dédelgetett tervünket. Szeretném bemutatni a zsűri tagjait. Első zsűritagunk Jánoki Kis Viktória, a Budafok Tétényi Pannonius Irodalmi Kör elnöke. A második zsűritagunk Süt Margit. És harmadik zsűritagunk Balog István. Köszönjük, hogy lelkiismeretes és lelkes munkájukkal segítették a novellaírás és az olvasás népszerűsítését. Szeretném átadni a szót Jánoki Kis Viktóriának. Kedves gyerekek, szülők, pedagógusok, vendégeink! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén, melyet arra szántunk, hogy a novellaíró pályázatunk eredményét kihirdessük, és a díjakat átadjuk. De mielőtt elárulnánk, milyen helyezéseket értek el a gyerekek, szeretném pár szóban összefoglalni a beérkezett írásokkal kapcsolatos gondolataimat. Amikor november közepén elkezdődtek az egyeztetések a pályázati kiírásról, kissé szkeptikus voltam. Ugyan melyik diáknak lesz kedve a sok évvégi dolgozat és felelés mellett még egy novellát is megírni, ami lássuk be nem egyszerű feladat, és messze túlmutat egy iskolai fogalmazáson. Ki fogja venni a fáradtságot, hogy a szabadidejében fiktív szereplőket és cselekményt találjon ki, vagy épp a saját életéből válasszon egy meghatározó élményt, és addig birkózzon a szavakkal és mondatokkal, míg azokból ki nem kerekedik egy történet. Írói pályafutásom alatt megküzdöttem már pár tucat novellával, két forgatókönyvvel és egy regénnyel, így pontosan tudtam, hogy aki elindul ezen a pályázaton, az egy nagyon komoly szellemi és lelki erőfeszítésre vállalkozik. Aggódtam tehát, lesz-e egyáltalán valaki, aki úgy dönt, hogy írni kezd, írni akar, sőt az írását be is küldi. És ahogy közeledett a beadási határidő, hát őszintén szólva már arra készültem lélekben, hogy akkor sincsen semmi baj, ha csak egy-két novella érkezik, hiszen általános iskolás koromban én például olyan messze voltam a kreatív írástól, mint Makó Jeruzsálemtől nagyjából. Ti azonban, kedves gyerekek, nem csak hogy írtatok, hanem nagyon sokan és nagyon szép novellákat alkottatok. Kerületünk 8 iskolájából összesen 42 pályamű érkezett, 17 alsó és 25 felső tagozatos szerző tollából, ami szerintem nagyszerű eredmény. A műveitek végigolvasása egészen különleges utazást jelentett számomra. Írásaitok egy olyan őszinte és tiszta világra nyitottak ablakot, amilyennel az irodalomban én még soha nem találkoztam. A legtöbb novella szárnyaló gyermeki fantáziájával varázsolt el, és ebből a szempontból szeretném kiemelni Sándor Lili és Szegő Hanga különleges képzelő erőről tanúskodó írásait. De voltak olyan történetek is, melyek lebilincselő őszintességükkel és személyességükkel hatottak rám, mint például Tatár Katalin Szonya és Gergely Réka megható novellái. Néhány műben pedig a szerzők fiatal kora ellenére olyan mély lelkiség jelent meg, ami már kifejezetten a szép irodalom sajátja. És ilyen tekintetben rendkívülinek találtam a Jay művész név alatt író fiatalember alkotását és Kőhalmi Péter írását, utóbbi majdhogy nem közlésre alkalmas novella.
Persze majdnem minden művet kiemelhetnék egy-egy értékes tulajdonsága miatt, de éppen ezért született ez a sok díjazási kategória, hogy a novellákat a legerősebb vonásaik alapján értékelhessük. Az eredmények meghatározásánál természetesen figyelembe vettük a szerzők életkorát, hiszen egy alsó tagozatos szerzőt másképp bíráltunk el, mint egy nyolcadikos gyermekművét, de nagyon és talán legfontosabbnak tartottuk a műveknek a hitelességét, eredetiségét, ahogy érződjön rajta, hogy ez a gyermeknek a saját legbensőbb gondolatainak is a írása. A jelenlévő zsűritagok mellett a Budafok Tétény Pannonius Irodalomkör további három írója is nagy segítségünkre volt az elbírálásban, Barbarics Éva, Osváth László és Radnóti Katalin. Nekik is szeretném megköszönni a munkájukat, nagyon lelkiismeretesen olvasták végig az összes történetet. Kedves gyerekek, most hozzátok szólok kifejezetten. Szeretnék mindannyiótoknak gratulálni a bátorságért, mellyel ezeket a novellákat megírtátok. Aki ír, az képes önállóan gondolkodni, ami nélkülözhetetlen a felnőtté váláshoz. Aki ír, az teremt, mert a szavak erejével alkot új világokat. És aki ír, az bátor, mert felvállalja az érzéseit és gondolatait, még akkor is, ha pontosan tudja, hogy ezzel a saját bőrét viszi a vásárra. És végső soron pedig, aki ír, az szabad, mert írás közben egy olyan dimenzió tárul fel előtte, amelynek csak a saját képzelete szabhat határokat. Én arra biztatok mindenkit, aki most belekóstolt ebbe a különleges élménybe, melynek én nagy szerelmese vagyok, hogy írjon tovább, írjon naplót, írjon valós vagy kitalált történetet, romantikusat, sci-fit, fantasyt, vagy bármit, ami örömet okoz neki. És ne habozzon ezeket az írásokat megmutatni azoknak, akikben bízik. Az irodalom mindenkié, és az irodalom gyógyít, szerzőt és olvasót egyaránt. És talán mindennél nagyobb szükség van az irodalom ápolására most ebben a média uralta világban, ahol a gyerekek figyelméért egyszerre versengenek a közösségi oldalak, a streaming csatornák, az online videójátékok, horig rombolva képzelőerejüket, teremtőképességüket és lelki érzékenységüket. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani a tanároknak is, hogy felhívták a diákjaik figyelmét erre a pályázatra, és a szülőknek, hogy támogatták gyermekeiket ebben a nem mindennapi kihívásban. És külön gratuláció illeti meg, nem tudom, itt van-e, de a Baross iskola 4. A osztályának pedagógusát, aki 8 tanítványát is biztatta a pályázaton való részvételre, ez kiemelkedő volt. Hát szívem szerint én az összes írást elolvasnám, mert mindegyiket megszerettem valamiért, de sajnos most csak 2 műre van időnk. Arra kérem a kedves közönséget, hogy most hallgassa meg Molnár Angéla Dóra, 7. K-osztályos tanuló, egy különleges srác című írását, és Bánsági Vince, 6. K-osztályos diák, Hősök viadala című novelláját Balogh István előadásában. Köszönöm szépen a figyelmet! Én se győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire bátrak voltak a gyerkőcök. Én magam is csak 35 éves koromban kezdtem el írni, ők pedig már ilyen fiatalon nekiállnak. Már leköröztek engem is. Úgyhogy óriási gratuláció mindenkinek. És hát, hogy miért jó írni? Mert írni menő. Az egész egyszerűen szuper trendi. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, fiúkat és lányokat, hogy írjanak, mert iszonyatos menők lesztek, hogyha írtok. Mielőtt felolvasnám a 2 novellát, engedjenek meg egy, illetve gyerkőcök, engedjetek meg egy személyes kiszólást. Ugron Dufour Albert István írásából idéznék egyetlen egy bekezdést. Egyszer volt, hol nem volt, a középkorban volt egyszer egy szegény legény, meg a gazdag lány. A lány a városban élt, a fiú meg vidéken. Sajnos sosem találkoztak, mivel akkor még nem volt Tinder. Ennél jobbat nem lehet írni.
Szívem szerint most eldobnám a mikrofont, és azzal bannukolnék. De akkor jöjjön ez a két különleges írás. Molnár Angéla Dóra, egy különleges srác. Sosem gondoltam volna, hogy ennyire csavaros lehet az élet, ha szerelemről van szó. Még csak 14 évesek voltunk, amikor Kárllal hazafele sétáltunk, mert szomszédok voltunk. Ekkor pillantotta meg Dianát először. Szép dolog a szerelem, ezt bevallom. De mégis furcsálódtam, hogy pont a legjobb haverom szeretett bele egy gazdag lányba. Azóta mindig arra felé kellett hazamennünk, hogy minél többet láthassa. Őszintén szólva nem mertem megkérdezni, hogy miért szereti őt ennyire. Diana egy nagyon befolyásos, pénzes családból származott, ezért persze szigorú szabályok mellett nőtt föl. Mindenből a legjobbnak kellett lennie. Nem adtak neki szabad akaratot, ezért később is sajnáltam. Szabadság. Ez a kulcs szó. Ha egy ember nem dönthet, az egyenlő azzal a gonoszsággal, hogy levágják a szegény madarak szárnyát, nehogy repülhessenek. A madarak pedig a szárnyuk nélkül védtelenek maradnak, ha csak nem segít nekik valaki. Valaki, aki végig velük marad. Kívülről azt hihették, hogy egy gyönyörű és boldog, fekete, hosszú hajú, barna szemű lány, akinek mindene megvan. Ő csak élni szeretett volna. Egyszer megkérdeztem, hogy mit szeretne majd tenni, és ő kész volt a válasszal. Egy erdőszéli kedves ház, az lesz az otthonom. Onnan bármikor elmehetek a mezőkre, lefesteni a fantasztikus tájat. Ezt természetesen mint Kárllal az oldalán tervezte meg. A barátom nem volt átlagos, a szülei kiskorában elhunytak egy gyilkosságban, és a nagyszülei nevelték fel. Pár évre rá már csak a nagypapája volt mellette. Igyekeztem mindig segíteni, mert ha még nem is mutatta, szomorú volt. Ő is fekete hajjal rendelkezett, de zöld szemmel ellátva. Visszahúzódó magas srác volt, nagyon szeretett írni és rajzolni. 16 évesen, épp nálunk tanultunk, amikor viccből elvettem a füzetét. Add vissza, Rikó, kiáltott rám ilyetten. Miért? Olyan csendes vagy ma. Csak nem megint rágondolsz, kérdeztem. Dehogy, csak mi? Semmi. Ha ennyire szereted, miért nem mondod el neki? Szegeztem neki a kérdést, miközben megnéztem a többi oldalon lévő lerajzolt Dianákat. El kell ismernem, káprázatosan rajzolsz. Váltottam témát, de ő már nem figyelt rám. Úgy tűnt, komolyan átgondolja a kérésem. Másnap szólt nekem, hogy menjek egyedül haza, mert vár valakit. Itt már erősen gyanakodni kezdtem, otthon persze alaposan kielemeztem a lehetőségeit. Tudtam, hogy ha elutasítják, teljesen kiborul, és nekem kell visszahozni őt az életbe. Meglepetésemre legközelebb kézenfogva jelentek meg Dianával. Ettől fogva elválaszthatatlanok lettek. A gimis éveink alatt a tanórák közötti szünetekben együtt rajzolgattak. Jó párszor elnéztem őket, és csak mosolyogtam. Mondd, Kárll, te érted a matekot? Kérdezte egyszer Dia. Nem, én csak téged értelek. Ilyen gázdumát még életemben nem hallottam. Ezután már csak röhögtek. Egy ideig minden jó volt. Én is megismertem Diát, és barátok lettünk. Mikor Kárll 20, Dia pedig 18 éves lett, a szülei bejelentették, hogy kihez kell hozzámennie. Azt hittem, hogy ez már kiment a divatból, de ezek szerint nem. Kárll elment beszélni a szülőkkel, de azok nem engedtek. Rossz helyzetben volt a család jövője, és szükség volt erre a házasságra. Az ország is kudarcos gazdasági problémába került, mert ekkor tört ki egy nagyobb háború. A fiatal férfiak harcba küldéséről is szó volt. A kijelölt férjhez, Magorhoz, elment könyörögni Kárll, de csinos kis monoklival tért vissza. Ezekben az időkben borzalmasan nézett ki. Sehogy se tudtam neki segíteni, és ez a mai napig nagyon fáj. Végül egyetlen megoldás maradt, ha megszöknek ketten. 2030
nyári borús éjszakáján történt. Ekkor akartak elmenni. Bár előbb indultak volna. A kavargó gondolataimmal léptem ki a házamból, egy sétára, amikor sikolyt hallottam. A távolban Diana csuklóját szorongatta Karl, aki egyszer csak összeesett, mert a vele szemben álló alak leszúrta késsel. Lefagytam teljesen, és csak meredtem rájuk. Másodpercekbe telt, mire össze tudtam szedni magam annyira, hogy feléjük rohanjak. Magor nagy nehezen elrángatta a síró félájú Dianát, mire odaértem, már csak a haldokló Karl volt ott. Letérdeltem, és láttam, hogy a mellkasából szivárog a vér. Nem tehettem már semmit, csak annyit, ha ott maradok vele a végéig. Rico, nyögte, ne beszélj, kértem a könnyeimmel küszködve. Rico, ígérd meg, kezdte fájdalmasan, hogy megkeresed Diát, és mellette maradsz. Szeresd őt. Én lassan bólintottam, de ő már ezt nem láthatta. Percekig vártam, hát ha felébred. Aztán kénytelen voltam elfogadni, hogy ez igenis a szomorú valóság, ahol senkit se érdekel, hogy én arra várok, hogy feltámadjon. Ekkor már csak én maradtam neki. Kegyetlen az élet. Évekkel később találtam csak rá az összetört diára, akit ígéretemhez híven megszöktettem, és magam mellé vettem. Külföldön telepettünk le egy szép mezőnél. Itt kerestem egy méltó helyet, ahol összetákoltam egy kis sírhelyet Karlnak. Reggelente kijártam ide elmondani neki, hogy minden rendben van. Igaz, Magort nem büntették meg, és senki se hitt egy átlagos férfinak, de legalább biztonságban voltunk. A napi betevőnket a könyvek írásával kerestem meg, Diát már nem tudtam rávenni, hogy újra fessen. Igazából csak ekkor jöttem rá, mit is jelent félni, érezni, szeretni és egyáltalán élni. Szerintem most már mindenki érti, hogy milyen írások születtek. Mindenki folytassa, mert ez csodálatos. A következő történetünk az Bánsági Vince írása, az a cím, hogy Hősök viadala. Teljesen más műfajú, de lebilincselő. Ez a történet Ann Northvettől, a fővárostól legtávolabb eső faluban, Deredben kezdődött. Ezen a helyen egyszerű népek éltek, mint földművesek és bányászok. És sosem történt semmi érdekes, ám egy napon a király, Kradier különleges hírt vitt szét a királyság minden pontjára. Deredben élt egy vénkovács, és annak született egy gyereke. Az apja halála után fia vette át a szakmát. 24 éves korára ő lett a legjobb kovács az országban. A legkiválóbb fegyvereket és szerszámokat készítette. Idővel ő is kitanulta a kardforgatás fortéjait. Egy átlagos tavaszi napon a falu főterén egy arany bevonatú hirdetmény volt kitűzve, amin ez állt. Hirdetmény a királytól. Királyi testőrt keres Kradier, az uralkodó. Május utolsó napján lesz a legbátrabbak, a legerősebbek megküzdhetnek. Május 1-ig lehet jelentkezni a fővárosban. Már egy kisebb tömeg állt a papír előtt, amikor Darien, a kovács fiú, oda tévedt. Miután elolvasta, felcsillant a szeme. Tudta, itt van élete lehetősége. Nem akarta úgy végezni, mint az apja. Élete végéig kovácsnak lenni. Hát elindult Northvett felé. Az útra magával vitte legjobb munkáit. Kezdetnek egy kiváló Zweihänder kétkezes kardot, amit 19 éves korában készített Veniszi helytartójának. Ám olyan jól sikerült, hogy inkább megtartotta. Emellett bepakolta azt a sisakot, amit egy lovagnak készített, de a lovag egy csatában elhult. Ezért megtartotta a fejfedőt. Harmadiként elvitte azt a pajzsot, amit apja segítségével először készített, így tehát, ha még nem is ez lett a legjobb pajzs, de mint egy kabalát őrizte.
Dered határát elhagyva, fél napi gyaloglás után elért egy erdőbe. Bent a sűrűben talált egy tavat. Addigra elfogyott a vize, gondolta újra tölti folyadéktárolóját. Oda is lépett, hogy merjen, de a víz tükröződésében nem kettő, hanem négy szem nézett vissza rá. Mikor megfordult, egy rémes tekintetű ork mosolyával kellett szembenéznie. Sárga, gennyes szemű, ápolatlan, fekete fogú volt, zöld orra lakára vasorúbávai. Darien kiáltani se tudott, mert az ork már bele is lökte a tóba. A parton álló csúfság gúnyos vigyorától a fiú haragjában fél másodperc alatt kiugrott a vízből, és kardját az ork bal vállába szúrta. A szörtyű teretmény nagyot kiáltott. Még szerencse, hogy nem jobbkezes, gondolta Darien, látván, hogy a szörnyeteg jobb oldalán viseli buzogányát. Mondanom sem kell, hogy az ork is elővette fegyverét. Támadott, de ügyetlen volt, így Darien könnyedén kikerülte, majd visszatámadott. Úgy tett, mintha testét támadná az undorító lénynek, így megtévesztve azt. A csel bevált, az ork fentre védekezett, de Darien a lábát vette célba. A lény összeroskadt, rémisztőt ordított fájdalmában és dühében. Az ork felvette egy nagykövet a földről, és a kovács felé hajította. Darien elugrott előle, célba vette a rémség szívét, és szúrt. Az ork most némán a földre hullott, kőszívében Darien kardjával. A fiú nagy fáradtságában az ork mellé zuhant. Mikor magához tért, nem ott találta magát, ahol összeesett. Egy kis jurtában ébredt. Egy hatalmas nagy üst mellett állt egy szakadt ruhájú törpe, nagy ősz szakállal és hosszú hajjal. Éppen főzött valamit. Látom, hatott a főzet, mondta mosolyogva az öreg. Hol vagyok? Kérdezte kissé, udvariatlanul Darien. Az erdő szélén, válaszolta a törpe. Tessék, idd meg ezt, mondta Darien felé nyújtva a kupát. A fiú savanyú arccal nézett az üvegben lévő folyadékra. Itt csak meg jót tesz, mondta a kis öreg úr. Mikor Darien beleívott, sokkal jobban érezte magát. Felfrissülve, erővel telve. Csak azért mentettelek meg, mert legyőzted azt a csúforkot, törte meg a törpe a csendet. Azért jöttem ebbe az erdőbe, hogy... De a törpe félbeszakította mondandóját. Tudom, hogy miért. Azért, hogy a király katonája legyél. Honnan tudod? Kérdezte a fiú. Az őszbácsi sokat habozott, mire megmondta. Mert mindenhol van olyan papír. Darien tudta, hogy nem az igazat mondja, de annyiban hagyta. Kis idő múlva elköszönt a furcsa törpétől. Várj! Kiáltott utána a törp. Neked adom a lovamat, azzal gyorsabb leszel. Darien megköszönte, az arcán mosolyal ült új lován. Amikor a sorsdöntő nap eljött, a fél ország az arénában várakozott. A hősök viadalának a kezdetét várták. Amikor a király előlépett, még a légy zümmögését is hallani lehetett. Alattvalóim, mint tudjátok, ma van a viadal napja. Azért, hogy eldöntsük, ki a legbátrabb és legerősebb, kiválasztottam két katonámat, akik le tudják győzni őket, azok küzdenek meg végleg, mondta a király. Kezdődjék hát a hősök viadala. Éljen! Hangzott mindenhonnan. Egy valakit kivéve mindenki elhullott. Mikor a Darien következett? Először a lovak támadott, Darien a fejére célzott. Eltalálta, de a sisak megvédte. Darien nagyot ütött a fejére. Ez elég gyorsan történt ahhoz, hogy tudjon még egyet ütni. A kard kettényeste a lovag nyakát, és ezzel Darien lett az egyik tagja a végső harcnak. A király újból előlépett. Megvannak a bajnokok, most dől el minden, mondta az uralkodó. A két lovast egymással szembeállították. Ők pedig mélyen egymás szemébe néztek, és tudták, hogy ez az a pillanat, amikor sorsuk megpecsételődik. Kardjaik pengéi heves harcot vívtak, csak úgy villogtak a szikrázó napsütésben, páncéljaik alatt a párbajzók teste is izzadt a forróságban. Ebben a pillanatban egyszerre sújtottak le egymásra. Mindketten elterültek a földön. Pár másodperccel később azonban Darien fölkelt, por és vér ízét érezte a szájában. A halántéka lüktetett. A szíve mégis boldog volt. Tudta, hogy ő nyert. És azt is, miért.
A tökéletlenül elkészített pajzsnak köszönhette, melyet még gyerekként apjával együtt kovácsolt. Egy helyütt olyan göcsörtösre sikeredett, hogy emiatt nem lehetett halálos sebet ejteni rajta. Miután felvették testőrnek, már csak hobbiból kovácsolt, de ilyenkor olyan remek páncélok kerültek ki tőle, hogy csodájára járt a világ. A titkos technikát meg csak ő ismerte. Minden páncélját direkt göcsörtösre készítette, és ezt később fiának is megtanította. Én azt mondom, hogy itt mindenki pályázó győztes. Izgalmas egyedi színvonalas írások születtek. Az alkotás, az irodalom nem értékelhető exakt módon. Ezért több kategória szerint bírálta el a pályaműveket a zsűri. Szeretném ismertetni a díjazottak neveit. Kérem, aki a nevét hallja, álljon fel egy pillanatra, hogy megtapsolhassuk, és a műsor végén pedig ott oldalt a kedves segítőinktől lehet átvenni az okleveleket és az ajándékokat. A novellaíró pályázat eredményei. Első, a legjobb alsós tagozatos szerző. Harmadik helyezést ért el Szabó Huba. Második helyezést ért el Murány Olivér. És első helyezést ért el Szegő Hanga. A következő második legjobb felső tagozatos szerzők. Harmadik helyezést ért el Barabás Gréti. Második helyezést ért el Szemán Dorottya. És első helyezést ért el Kőhalmi Péter. Harmadik, a legizgalmasabb történet. Harmadik helyezést ért el Deli Csenge. Második helyezést ért el Cernak Dániel. És első helyezést ért el Bánlaki Eszter. Negyedik, a legmeghatóbb történet. Harmadik helyezést ért el Teles Petra Dolina. Második helyezést ért el Sterbinski Mór. És első helyezést ért el Molnár Angéla Dóra. Ötödik, a legkedvesebb történet. Harmadik helyezést ért el Szebedjinszki Lilian. Második helyezést ért el Bányai Bálint. És első helyezést ért el Takács Anna. Hatos, a legeredeti főszereplő. Harmadik helyezést ért el Káplán Zita és Emma. Második helyezést ért el Ugrondufula Albert István. És első helyezést ért el Sándor Lili.
Hetedik pont. A legszerethetőbb főszereplő. Harmadik helyezést ért el Müller Lóránt. Második helyezést ért el Szilárdi Tímea. És első helyezést ért el Szűs Lila Hanga. Nyolcadik pont. A legjobban kidolgozott főszereplő. Harmadik helyezést ért el Klein Fej Milán. Második helyezést ért el Jai. És első helyezést ért el Szelke Barbara. Kilencedik pont. A legjobb mondatokat megírt novella. Harmadik helyezést ért el Takács Marvi Mátyás. Második helyezést ért el Neppel Adél. És első helyezést ért el Bánsági Vince. Tizedik pont. A legjobb párbeszédet tartalmazó novella. Harmadik helyezést ért el Lakatos Gino. Második helyezést ért el Pajrusz Nagy Liza. És első helyezést ért el Radics Nóra. Tizenegyedik pont. Legjobb leírásokat tartalmazó novella. Második helyezést ért el Kulcsár Anna Ilona. És első helyezést ért el Pap Luca. Tizenkettedik pont. A legjobb kitalált történet. Harmadik helyezést ért el Arató Ákos Vilmos. Második helyezést ért el László Zsófia. És első helyezést ért el Wimmer Kata. Tizenharmadik pont. A legjobb személyes történet. Harmadik helyezést ért el Káplázita és Emma. És első helyezetet ért el Gergely Réka. Tizennegyedik pont. Legszebb kézírással megírt novella. Harmadik helyezetet ért el Dávid Árpád. Második helyezetet ért el Járó Jázmin. És első helyezetet ért el Tatár Katalin Szonya. És most jönnek a külön díjasok. A legjobb írás külön díjasai. Kőhalmi Péter. Szegő Hanga. És Tatár Katalin Szonya. A legszárnyalóbb fantázia külön díja. Sándor Lili.
A leghumorosabb írás külön díja Ugrondufúl Albert István! És a lírai külön díj Szűcs Lila hanga! És végezetül a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ külön díja Molnár Benedek. Molnár Benedek, bocsánat. Molnár Benedek. És a legutolsó, Lőrinc Kondrai Fédra. Innen is nagyon gratulálok a díjazottaknak. És remélem, hogy folytatjátok az írás, mivel ezekből a művekből is látható, hogy ez gyönyörű. És végszóként szeretnénk önöknek megköszönni, hogy támogatták a gyermekeiket, mert a szülők és a tanárok nélkül nem születtek volna ilyen szép eredmények. Köszönjük, hogy eljöttek és együtt örültünk. Áldott adventi készülődés, békés boldog ünnepeket kíván a Budafok Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ és a Budafok Tétényi Pannonius Irodalmi Kör.